Hello, szia! Na, vasárnap van, és most a Zurammal együtt főzünk. Meg is mutatom. Ó, egy macska. Leximus! Mária, felkapcsolom neked a villanyt, hogy jobban lássad. Úgy jobban látod? Megy, forog, azt a... Cipők mennek lenne, mert valamelyik nap akartam kimosni, de nem mostam. Papucsok, cipők, ami ilyen szőrös dolog. Úgy szoktam, hogy foltisztítóval előtte befújom, aztán mosószer a sziszollátásra. Tetszik neked? Igen, Lexi? Jaj, ne hagylak most mi mosónő. Sötétbe is tudsz, ugye? Te meg itt felügyeled? Jaj, miért könnyezik a szemed, Jack? Játszottak az előbb, lefele kapott neki a Lexi. Na, mi meg az urammal főzünk barterba. Igaz? Igen. Megvan főve a húsleves, most az édesburgonyol. Egy picit várjál. Ja. Semmi baj. Bocsi. Csináltam fokhagymás húst, negyedik, tehát csak a hagymát megdínszteltem, ugyanis egy ilyennel több kellene, és akkor az is meg lenne ebbe egyből, vagy abba. Vagy. És úgyhogy most vár a sorára, úgyhogy csak egy icipicit annyi, hogy a színét elvesztette a hús, fokhagyma, hagyma, a fűszerek, és akkor utána megy be a forró levegősbe, és akkor ez isteni finom. Igaz? Uh-huh. Jó. Így van. Na, jó van, sütögessél csak. Jó. Én meg ellenőrzem a mosónőt. Ó, és elkészült az aranyló húsleves. 23 perc kukta. Nagyon jó. És na, most ez 2 kg húsról van, ez a fokhagymás hús. Mint mondtam, először megdínszteltem a hagymát, a fokhagymát, fűszereztem a húst annyi, hogy eltűnjön a színe. Semmi, tehát egy pár perc az egész. És ugye 2 kg hús, nekem ez az XXL-es sütőm van, úgyhogy én beleborítottam az egészet, ilyen sokat egyben még nem sütöttem benne ebből a fajta húsból. Aztán majd meglátjuk. Ja, most szerintem berakom először egy 15 percre, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Azért legyen 195 fok legalább, és akkor választjuk ki a csirkét. Ja, biztos lehet látni, nem? Mert még én sem látom. Megstartolom, és így viszem, én nem fogom itt arra, mert ő úgy süt benne, hogy ő beállítja a feleszűnél, hogy szóljon neki, hogy el ne felejtsen. Most nem állítottam. Nem beállítottad? Nem. Hát szerintem egy 10 perc vagy, aztán majd megnézzük. Ja, 10 perc múlva. Mert azért ez egy nagyon mennyiség, majd át kell rázzon, meg még lehet egy kis kókuszolaj kell, hogy ne legyen száraz, aztán viszontlátásra. Így van? Ennyi. Aztán lehet ebételni. Csak ki kéne főzni a húst. Tésztát. Ja, tésztát. Kifőzöm. Édes burgonya. Nyom. Vigyázz fogod. Dehogy vigyázok. Miért vigyázzok? Vigyázzon őhöm, mert megeszem. Nagyon finom. Tényleg forró, de nem baj. Na, jó. Forró. Na szóval 10 perc még nem elég volt neki. Szerintem egy kis kókuszzsírt teszek rá. Még kell egy kicsit, hogy piruljon, és akkor kész. Nem sok, amúgy megvan főve már. De még egy kicsit azt akarom, hogy egy kicsit így kapjon meg. Tehát ilyen kis színe legyen neki. Hozzá, hó, de tudja! Kérek egy kanalat. Én félkezű rabló vagyok most. Csapjál rá egy kicsit. Ja. Úgy elég lesz. Nem. Mm. Uh-huh. Úgy egy picikét, így, ennyi elég. Jó. Jó. Állj. És akkor ezt 5 perc és akkor kész. Jó. Jó. Na, elkészült a husi. Már szedtem mindenkinek is. Nem pirítottam meg jobban. Kellett rá az a kis kókuszolaj, hogy ne legyen száraz. Úgyhogy most már eszünk is. Jó étvágyat, bébikém. Köszönöm. Hogy tudod a csípős alapennyót megenni? Jó. Úgyhogy eszünk is. Aztán megjöhet egy óra múlva a desszert, a somlolóink. Ragnar vadászott ma a terszínhabot, igaz? Igen. Ja, az, hogy végig a normális terszínhabra edztük. Na, jó étvágyat. Jó étvágyat. Szóval eljöttünk sétálni a Dunapartra. Majd lesz egy videó róla, azt az Uram csatornáján láthatjátok. Vagy már láthattátok. Úgyhogy én nem fogok most videózni, csak egy pár szösszenet, hogy itt vagyunk a csodás otthonunktól egy pár száz méterre. Nincs az anyu. Hány méter?
Pár száz? 200 méterre? Ja. Csodás. Nézzé. Az égig érő fa. Hú, mekkora. Azt. Na, jól van. Őszi falevélbe tiporunk, taposunk. Kell vennünk túra bakancsot. Most már. Mert ha szukkosabb idő lesz, akkor nyugodtan tudjunk dagonyázni a sárba. Most megtesztük végig a sportcipő is. Van ez, meg egy fehér. A fehéret nem akartam, mert nem tudtam, mennyire van itt sárkint. Na, tök jó. Suszog. Suszog már. Nagyon jó. Imádom. Avar. Azért ezt el kell mondanom, bár nem hiszem, hogy fog bármi is látszani, de rettenetesen sok a szúnyog most, novemberben. Igaz a légy is, mert a házunk is tele van légye, de hát legalább most nem ránk repkednek, hanem itt felettünk. Azért a vakontúrás itt is nyomja rendesen. Jó, nem fogok sokat videózni, mert nem veszem el Ragnar kenyerét, de itt vagyunk már az ártérnél. Hatalmas terület. Tök gyönyörű. Ja. Leila, szalad megnézni a vakontúrást, hát a talál vakondot. Ja, már nekivetkőzött, olyan jó idő van. Borús, de nincs hideg. Leértünk. Nagyon alacsonyan van a víz. Itt teljesen kiszáradt ez a rész. Ott meg pocsolya lett. Múltkor itt horgáztak. Ott meg Szlovákia szembe. Sziasztok, szlovák testvéreink! Szia, Sanyi! Sanyika, szia! Meg a többiek! Hát van itt elég kavics, nem kacsázol? Te olyan jól tudsz kacsázni. Laposan dobsz, szívem, így oldalazva. Oldalassan, ja? Itt a kacsa király. Gyűjt a kacsa! Kettő. Hát ügyes vagy. Jön egy hajó, vagy valami óféle. Fekete hajó. Kettő. Ó! Igen, jó lett. Egész csak kettő volt. Hogy csobog? Hoppa. Nagyon-nagyon nem van most minden is. Átnézzünk Szlovákiába egy kicsit. Hoppá! Most Sanyika ott állna, akkor megismernénk. Annyira közel hozzá a telefon. Megérkezett Oszkusz Áj. Mi a neve? Keltheim. Nagy ez a víz, iszonyú lett. Pedig lent van most. A kacsások. Ragnar nem talál kövel a vicsot. Tele van kavicsa. Jaj, apád, ez totál kész van. Na, nézzük kacsa királyt. Jaj, nem bírtam követni. Három? Három jó nagy. Jó sötét van. Na, de se baj. Na? Pedig már neked is sikerült... Hát, ügyes vagy, fel is vettem. Neked is sikerült már hármat. Most nem régen. Pont akkor nem volt megkapcsolva a kamera. Menjen! Mutat, produkáljad magad, kisfiam! Nem ér jutol a kamera. Hány volt ez? Öt? Négy vagy öt. Téged nem is mutatlak, mert akkor nem fér bele. Ez kettes. De csend van. De jó. Istenem, de szép. Tíz percig keresik kavicsot. Igaz, meg kell találni a megfelelőt, igaz? Na nézzük. Három, az is jó. Na dobjál egyet messziről.
Jó, messzire el tudsz dobni. Még egy utolsót felveszek a kacsa királyról. Gyerünk, apa. Ha. Az igen, nem tudom, remélem látszott. Hozni akartunk kukacsákat, azt elfelejtettünk, mert itt mindig olyan sok szemét van. Hát igen, bedobják ide a sörös dobozt, meg a mindenféle dobozt, azt hiszi elég szelektívbe elvinnék. Itt van a sok rengeteg mocsot. Komolyan mondom, nem is értem. Most elviszi, hozzá egy szemetes zsákot, bulizzon, azt tegyen bele még kenyér, minden. Rettenetes. Hát most ha nem felejtettem volna el a szemetes zsákot, összeszedném, de hát közemben nem fogom. Na mindegy, beszélgetünk itt egy emberrel, hogy itt szokott csalizik ott Tamarra, és ő is mondja, hogy rettenetes, amiket itt művelnek néha, de hát az nem probléma, hogy itt bulizgatnak, csak vinnék el a mocskukat is magukkal, szerintem. Na mindegy. Mi van? Elfáradtál? Jó. Na szóval én kiültem itt a kakasülőre, és innen figyelem, hogy folynak az események, a kocsázókat, és mindent, és várom az uszályokat. Aztán még jó, hogy Leila-nak melege van, így rá tudtam ülni a kabátjára, a fenekem se fázik. És jó lenne, ha egyszer Ragnán találna egy kavicsot. Azt mondja, nincs itt kavics, nézzétek csak. Nincsen kavics. Az egész Duna egy kavics. Látod, a múltkor még nem tudta oda beállni. De jó fotó látom. Olyan, mint egy gyerek, úgy szeretem. Olyan csodás. És olyan nyugalom van. Szívom be magamba. Éreznétek a földnek a szagát, az illatát, a földanyának. Rettenetesen jó. Úgy átadnám most nektek ezt az érzést, ami itt van kint. Az embernek a szívét úgy melengeti, még hogyha ilyen szürke idő van, és akkor is olyan gyönyörű, és nyugodt, és békés. Csak lelé féltéglákat, ha igál. Megrontotta a békémet. Na mindegy. Jó volt ez. Jó ez a nap. Ez a temp pedig somlói teszünk. Arra is készülök. Na mindegy. Szóval, jaj. Becsúsztam a kabátról. Helyet változtatok. Ott a moha. Csak, hogy valami ilyesmi. Nem is tudom mi ez, nem is moha. Valami cucc. Fárasztó és sportegy. Tessék? Fárasztó és sportegy. Fárasztó és sportegy. De úgy láttam, hogy elveszted, mint egy gyerekkorban. De hát tök jó. Jó van az. Csak elfáradtam. Leila is ügyes most már, mert egyre több sikerül neki. Ha meg megfázik, akkor meg, majd meggyógyul. Nem most erre mit tudok mondani. Ha melege van, ha fel rajta lesz a kabát, akkor még izzadtam. Még akkor levettem, amikor elkezdett melegen lenni, nem amikor rá leízzat. Nem jön több semmi se. Ne add fel. Jó. Jönnek a varjak, hallod? Valahol arra. Ott szoktak lenni a kertünk felett. Meg ott szembe. Na szóval fogjátok magatokat, emeljétek meg a popotokat, és menjetek minden hamarabb valami nagyon nyugodt helyre, egy kicsit szívjátok be, mert ez legalább egy hétre ad egy jó nagy energiát, az embernek feltöltődik, lelkileg is, mindenhogy is. Na, szóval én most leteszem, mert most én egy kicsit meditálni fogok, majd zümmögök, meg hümmögök. Mesél az erdőt! Fák az égig érnek, annyira jó. Szeretem ezeket az őszi színeket. Úgy van, Mari. Nézd, ha nem van mosógép, így van? Mit csináltuk, Leila? Kocsát. Na, mindjárt kibukkanunk a töltésre. És megérkezünk. Haza. Oké, kinyithatod a szemed. Aztán! Jaj! Kályát. Ez jó volt. Jó volt? Aha. Az... Jó, én nem szédülsz? Nem. Megyünk be. Jó. Na, hazajöttünk a sétánkról.
Ragnárnál majd részletesen láthatjátok, nem csak egy-két ilyen szösszenet van. És itt a jutifali, a somlói, ami ugye tegnap még hitesztiabban volt, most pedig normális tejfélhamban, úgyhogy jó étvágyat! Minden jót nektek, minden jót neked, szia!